Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen jó eső érzés lesz újra belépni a díszterembe. Hangzott el egy öreg diáktól, aki az első osztályomba járt, és még a ballagása évében ősszel visszajött látogatóba. Pedig utolsó gimnáziumi hónapjai alatt szemmel láthatóan mindent megtett, hogy kifejezze, mennyire vágyik a nagybetűs életbe, és a középiskola kötöttségeit oly nehezen viseli már. Kedves ballagók, bizonyára számotokra is ismerős ez az érzés, és tettre készen bennetek is ott van a vágy, hogy kicsit szabadabban már, de végre megmutassátok a világnak mindazt a tudást, amit a gimnáziumi évek alatt megszereztetek. 8 vagy 4 évfolyamos képzésben vettetek részt. Mindenkinek megvan a saját maga története, hogy miért jött a Szilárdi Áron református gimnáziumba, és mit várt az itt töltött évektől, amelyek szempillantás alatt teltek el. Bízunk benne, hogy nem volt hiába való. Legalábbis a számok eddig ezt mutatják. A 96 végzős tanuló 4,52-es tanulmányi átlaggal zárta az utolsó tanévet, és 223 tantárgyi dicséretet szerzett. 39 kitűnő és jeles rendű végzős diák ül itt a padokban. Köszönöm minden tanár kollégámnak a munkáját, és külön köszönöm az osztályfőnökök odaszánását ezekben az években. Forcekné lány Tünde, Nagyné kis Bernadett, Váci Marjana tanárnőknek, Palásti Károly és Viski Zoltán tanáruraknak. Az érettségi megszerzéséért eleve sokat kell tanulni. Diáknak és tanárnak egyaránt kihívás, főleg, ha egy világjárvány otthon maradásra kényszerít bennünket. Hirtelen és gyorsan kellett átállnunk egy addig nem, vagy csak részleteiben ismert oktatási formára. Ennek sok előnyére és hátrányára is jól emlékszünk. Például elég óra előtt pár perccel felkelni, legalábbis bekapcsolni a Zoomot, egész nap pizsamában lenni, vagy az önálló időbeosztás felelősségét megtanulni. Bízunk benne, hogy mindannyian megfelelően tudtunk erre a helyzetre reagálni, amely mindenki számára emlékezetes marad. Utolsó tanév. Mennyi minden történt. Sokan már előrehozott érettségivel kezdtétek meg az évet, és ősszel is éltetek ezzel a lehetőséggel. Vannak, akik idén szereztek nyelvvizsgát, és jó néhányan közületek a másodikat is bezsebelhették. A gólyatáborban sokan ott voltatok segítőként, szeptemberben folytatódtak a 11. évfolyamban évben megkezdődött szalagavatós táncpróbák, szalagtűzés, majd avató bál, csodás táncokkal, pályaorientációs program, fél évzárás, itt-ott néhány figyelemfelhívó bejegyzéssel a naplóba, jelentkezés a felsőoktatásba. Számos esemény, program és feladat, amelyek már mind azt jelezték, hogy egyenesbe értetek és közelít az idő, amikor lezárhatjátok középiskolai tanulmányaitokat és számot adhattok a megszerzett tudásotokról.